A kvantummechanika alapjai 2. A de-Broglie hullámok. A kutatók sokáig minden fénnyel kapcsolatos jelenséget sikeresen írtak le a hullámoptika alapján. Később kiderült, hogy a fénynek részecske természete is van. Erre több kísérlet vezette rá a kutatókat, melyekből a fény darabjainak, a fotonoknak a tömege és a lendülete is kiszámolható volt. Úgy tűnt, hogy a fény bizonyos kísérletekben hullámként, másokban részecskeként viselkedik. Az elektront, az elemi töltés egységét részecskeként ismerték meg a kutatók. 1924-ben Louis de Broglie vetette fel azt, hogy esetleg az elektronnak és más elemi részecskéknek is lehet hullám természetük, és ezek fő paramétereit a fotonnál megismert formulák írják le. Ha ez igaz, akkor az elektronokkal is lehet például interferencia kísérleteket végezni. De Broglie szerint tehát az elektron is mutat részecske és hullám tulajdonságokat, melyeknek hullámhossza a Planck állandó és a lendület hányadosaként kapható meg. Szükséges volt azonban valamilyen kísérleti bizonyíték, hogy ezt a feltevést megerősítsék. Könnyen kiszámolható, hogy a de Broglie féle hullámhossz elektronok esetén a hétköznapi feszültségtartományban épp a kristályrácsok rács méretének nagyságrendjébe esik. Ez viszont azt jelenti, hogy egy elektronnyaláb kristályrács felszínéről visszaverve interferencia jelenséget fog mutatni, azaz nem labdaként verődik vissza, hanem nyalábokra bomlik. Számításokkal meghatározható, milyen irányokban lesznek a kimenő hullámnyalábok. Mindez az általános hullámtan alapján egyszerűen lekövethető, így változó beesési irányok és hullámhozzak esetén is megkaphatók az erősítési irányok. Hasonló jelenség zajlik le fény esetén például egy CD lemezről való visszaverődéskor. Ott is bizonyos hullámhosszak a nekik megfelelő irányban verődnek vissza. Az elektronhullámokat kimutató kísérleti ellenőrzés lényege az volt, hogy egy kristály felszínére elektronnyalábot bocsátottak, és egy felfogó ernyővel észlelték, mi verődik vissza. Az ernyőn kirajzolódtak a hullámtanból kiszámolt erősítési irányok. Az ezen az elven alapuló berendezések azóta is a kristályok vizsgálatának fontos eszközei. De Broglie feltételezése, hogy minden részecske rendelkezik hullámtulajdonságokkal, első pillanatra hihetetlennek tűnt. Mára azonban ezt az elméletet számtalan kísérlettel többféle részecskére is sikeresen bizonyították, és azóta is használják például anyagszerkezeti vizsgálatokban.